Ez az az autó, mely vasárnapra virradóra elgázolta Lajos Komárom egyik utcájában a 15 éves Renátát. A járművet a rendőrség lefoglalta. Arra vágyom mindig, hogy el tudjam mesélni a Reninek, hogy mi történt, de nem tudom, mert már nyugszik fel. A 15 éves Renáta húgával, nevelőapjával és ismerősükkel tartott hazafelé éppen egy rendezvényről. Az úttest szélén jól megvilágított helyen sétáltak. Már majdnem hazaértek, amikor megtörtént a tragédia. Én lehúzottam apu mellé, mert nagyon gyorsan jött az autó. Reni mire belépett, addigra elvitte az autó. Amik aztán odafutottunk, azt kiabáltunk még apuval, hogy Reni, Reni, hívjatok már mentőt, mentőt. Az egész utca kisereg lett a robajra. Hangot hallottam, bicikliseket, meg rengeteg rendőr volt, meg a mentősök itt voltak. Az autó, amely elgázolta a fiatal lányt, több méteren át tolta maga előtt a tinédzsert, majd egyes információk szerint elhajtott a helyszínről. Hiába hívtak azonnal mentőt, és hiába próbálta addig újraéleszteni nevelőapja, nem lehetett megmenteni az életét. Sehogy se tudták volna megmenteni, mert nagyon csúnya sérülései voltak, tehát koponyatörés. Nem tudtak volna rajta segíteni, akkor se, ha előbb kiérnek. A gázoló egy 30 éves mezőszilasi férfi, később tért vissza a tragédia színhelyére, amikor a rendőrök már helyszíneltek. Alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, ami pozitív értéket mutatott. Így ezt követően intézkedtek a rendőrök arra vonatkozólag, hogy megtörténjen a férfitől a mintavétel. Ezt követően került sor arra, hogy a Székesfehérvári rendőrkapitányságra a balesetet okozó férfit előállították, és ott gyanúsítottként hallgatták ki. Vanderer József azt mondja, nem volt alkalma a helyszínen beszélnie a gázolóval, de nem is bánja. Azonban egy valamit szívesen megtenne. Nem mutattam neki a fényképet, amit vitt át tőlünk. Ennyi. Nem. Semmit nem mondanám neki. A gázoló ellen halált okozó ittas járművezetés miatt indított eljárást a Székesfehérvári rendőrkapitányság. A segítségnyújtás elmulasztása tekintetében a rendőrség még vizsgálódik. A mezőszilasi férfi jelenleg bűnügyi őrizetben van. Szakértők szerint egyébként az, hogy a tettes nem hall jól, nem befolyásolhatta a tragédia bekövetkeztét. Halláskárosultak is, függően a károsodás mértékétől kaphatnak B-kategóriás vezetői engedélyt egy előzetes alkalmassági vizsgálatot követően.